Jászapáti jelentős turisztikai attrakciója, a helyiek büszkesége a nátrium hidrogén karbonátos vízű tölgyes strandfürdő, amely az 1960-as évek elején épült. A 2002-ben gyógyvízzé minősített 45 Celsius fokos víz egy 805 méter mély kútból tör a felszínre. A fürdő nyári szezonban 6, a téliben 2 fedett medencével és egy termálmedencével várja a pihenni vágyókat. A strand hátsó kihasználatlan részén most még csak a fű zöldel, jövőre azonban egy sokkal színpompásabb látványosság csalogatja erre a részre a fürdőzőket. Az önkormányzat idegenforgalmi bizottsága az elmúlt években rendszeresen tartott idegenforgalmi kerekasztal beszélgetéseket, amire meghívtuk a környékbeli vállalkozókat, a helyi civil szervezeteket, illetve az érdeklődőket. A beszélgetés résztvevői mindig egyöntetűen azt fogalmazták meg a legfontosabb célkitűzésként, hogy a jászapáti tölgyes strandfürdőt kell fejleszteni, ugyanis mindenkinek az az érdeke, hogy minél több turista, illetve ide látogató vendég jöjjön Jászapátira. Továbbá a város marketing szempontjából is a tölgyes strandfürdőnek nagyon meghatározó szerepe van. Éppen ezért nagy öröm, hogy a magyar kormánytól országos szinten is kiemelt támogatásban 200 millió forintban részesült a strand. Az előzetes igényfelmérések eredménye jó kiindulási pont ahhoz, hogy az elnyert összeget mire fordítsa a vezetőség. 6 különböző csúszdaelem található a csúszdaállományhoz kapcsolódva. Az igény benyújtásához szükséges látványtervekhez hasonló csúszdapark épül az Apáti strandon, a gyermekek és felnőttek szórakozási élmény lehetőségeit kiszélesítve. Amennyiben a forrás engedi, és a tervezés is időben elkészül, így mellé tehetünk még talán egy-két csúszdelemet az előbb látható összcsúszdaparkból, amelyet a következő strandszezonban már lehetőség szerint használni szeretnénk. A tőlem balra látható területen lesz a fejlesztés. Első körben ugye a 200 milliót kell felhasználnunk, azonban a bővítés lehetőségét is meg kívánjuk hagyni. És az első lépcsőben egy 8,7 méter magas csúszdaállvány, és ehhez tartozó három különböző csúszda elemmel bővülhet a strandunk. Érdekessége még ennek a csúszda parknak, hogy nem medencébe érkeznek a lecsúszó fiatalok, hanem egy fékezővájus rendszer fogja meg a csúszás végén a felgyorsuló testeket. Ezt követően, amennyiben lehetőség lesz rá, és a tervezés olyan forrás felhasználásra ad lehetőséget, akkor természetesen még a előzetesen említett három csúszdaelem mellé még egy-két újabb csúszdaelem építésére is lehetőség van, ami különböző centripetális erőket kihasználó és ezzel kapcsolatos tölcsérszerű elemekkel is bővíthető lesz majd a csúszdapark. Pályázni akkor lehet jól, ha kiváló pályázatíróval dolgozunk, külön forráshoz viszont csak egy kiemelt lobby tevékenységet végző képviselő szükségeltetik, foglalta egy mondatba örömét jászapáti polgármestere. Az elképzelések szerint a csúszdapark építése hamarosan megkezdődik, és a 2020-as strandszezonban már el is kezdhetik a fürdőzők a csúszdák koptatását.